Na, akkor húzzunk bele, kérem szépen. Találkozunk még azon a szemétládával, jó, tehát nem kell izgulni, egy kicsikét puzzle-ezgetünk, egy kicsikét kutakodunk, kicsit nézelődünk, kicsit föltöltjük magunkat. Bár igazából sok mindennel nem, szerintem annyi mindent nem szedtem összemenet között. 7.31, meg egy skill point! El is felejtettem, bakker, hogy ennyit gyűjtöttem, na szóval. Mit toljunk föl? Mit hagyjunk ki? Mi az, amit egyáltalán nem toltam föl? Ez a kérdés. Értem, oké. Pistol expert, bow expert, igazából shotgunos izét még nem is csináltam. Kivégzés, de mondjuk nem is érdekel. Pain tolerance, ez megvan, 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 mit nem toltam föl? Ez a dodge kill mastery, egyébként úgy látom, hogy minden föl van tolva? Minden föl van tolva, jó, akkor nézzük tovább. Survivorok közül, itt már nem érdekelnek az állatok. Ez sem érdekel, mi ez? Climbing skill, nem. Csak innen kéne valami, igazából ami nincs meg. Bow expert, mit használok leginkább? Legyen egy rifle expert, jó? Tehát akkor legyen izé, puskás kivégzés is, mert mérne. Úgy látszik, hogy egyébként ez valószínűleg hatékonyabb, mint az, hogy belég bököm a dolgaimat. Na nézzük tovább akkor, nem érdekel? Oké. Okay. Nem fast travelünk, köszönöm szépen. Egyébként innen vissza tudunk menni a szigetnek a legelejére is és átnézni mindent. Ami egy tök pozitív dolog, csak annyira nem érdekel. Increase damage, nem érdekel, penetrating arrows. Ez sem érdekel igazából. Shotgun, nézzük csak mi van itt. Ez mondjuk igen, mert ez hasznos, jó, tehát full choke, oké. Okay. Gyújtólövés, azt nem adtam hozzá, mindegy igazából. Increase damage, az viszont egy nagyon jó dolog, nézzük csak mi van még itt. Padded grip, megvan, megvan. Steady the weapon, ez nagyon, nagyon jó dolog. Jó. Akkor megveszük még ezt hozzá. Oké, akkor mehetünk is tovább. Jó, húzzunk bele. Mi van még itt? Több mindent nem tudok fölvenni. Ezeket fölkaptam. Ezt is fölkaptam. Nem, nem, nem. Ezt nem kaptam föl, basszus. Ezt nem kaptam föl. Oké, nézzük tovább. Jó, megint kaptam valami kis fiszfaszt. Egy olyan területen, ahol igazából semmi más nem néztem át, szóval mindegy. És akkor nekem hova kéne bejutnom? Nem. Ott. Oké. Menjünk, menjünk, menjünk. Jó, ott alul van valami, oké. Na most ez a rész, ez igazából kettő tekerentyűs, csak nem emlékszem, hogy melyikkel melyiket tekerem. Elvileg, ha igaz, akkor pont fordítva kell, tehát... Ja, telibe fordítva kell, jó? Tehát először azt kell megtekerni, hogy kinyíljon, aztán a másikat kell megtekerni, hogy följöjjön. Oké, és pont fordítva. Ez úgy nagyjából megvan, tehát elvileg ebben a sorrendben kell tekerni. Aztán még egy, igen, tehát kinyitjuk, gyorsan átfutunk a túloldalra, aztán utána ott is megtekerjük, gyerünk, gyerünk, gyerünk. És fölemeljük szépen ezt a cuccot. Ami lent van, mennyi, 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 mennyi. Úgyni. Gyere, 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 gyere. Ne legyen késő, kiváló, időben vagyok, tökéletes. Azaz, és akkor ezzel pedig első körben ajtót nyitunk. Mi azt jelenti, hogy ott a szemben lévő falról leverjük szépen ott a sziklákat. Gyere ide! Megvagy! Mondom, hogy egy vége az sokkal jobban megvan, mint az eleje. Nem tudom miért. Úgyni? Tökéletes! Akkor most megint megyünk egy kört, most becsukjuk, aztán visszaengedjük. Majd fölfele is kell mennünk. Méghozzá azzal fogok tudni fölmenni, szóval első körben fogom és becsukom, és azt meg leengedem. Gyerünk. Ugyanis szintbe kell hoznom, hogy majd rá tudjak ugrani. Az mi? Az mi? Az mi? Az mi? Az mi ott? Ah, kincs! Kiváló. Csak összeszedek egy pár dolgot menet közben. Gyerünk, gyerünk, gyerünk föl. Mennyi már? Csak fölmennék, hogyha Lara lennék, banyek. Szóval először is fogom és visszaengedem szépen le. Illetve hát elengedem technikailag. Menjél! Úgyni. Na most lesz nekem jó. Most lesz nekem jó. Megyünk föl. Úgyni. Föl, 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 föl. Itt nem tudom, hogy van-e valami, ami engem esetleg érdekel. Aha, van. Van, van, van. Láda. Big fucking láda. Oké. Salvage az mindig jó, jön még ilyenkor is, jó? Oké, kiváló.
most vissza, és gyakorlatilag ezt kellene most nekem meglendítenem magam felé, ha igaz. Ja, úgy tűnik, igen. Akkor ott szemben rá fogok tudni ugrani. Gyerünk! Kiváló! Tök jók vagyunk! Erről van szó. Chooses her successor. Chosen priestess enters the monastery, and she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh God. And now you want Sam. Well, you're not getting her. Szóval megfejtettük, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy Himiko az ugye átadta a hatalmát bárkinek az égvilágon, hanem átköltöztette a lelkét. És a kedves szemünkre az pontosan ugyanez vár egyébként, ami annyira nem egy fasz a dolog. Na, úgyhogy akkor megyünk, aztán mentsük meg, jó? Gyere te ajtó! Úgy! Köszönöm szépen! Nem jött össze. Vagy össze? De, összejött, oké. Ezt kinyitjuk. Nem jött össze, bakker, akkor most hogy a francba fogok tudni tovább jutni, ezt nem értem. Pedig elvileg az volt az. És... ja, onnan jöttem, hülye vagyok, mi az istennek nyitom ki. Akkor máshova kell mennem, de hova? Mögé? Ja, mögé! Oké, kiváló. Jó. Na, mi lesz még itt? Mi lesz még itt? Gyerünk! Ah. Lőszer! Nem, ez nem lőszer, bocsánat, a salvage. Ez is tök jó mondjuk. Ez nagyon emlékeztet engem arra, ahonnan indultunk, ugye? Tehát ez a rituális gyertyák meg egyéb szarságok, gondolom, mi lettünk volna az egyik áldozat a sok közül, de hogy minek, azt nem értem, amikor tudták, hogy csak egy bizonyos fajta működik. Ja nem, akkor még nem tudták, később tudták meg, hogy Sam az elvileg Himiko leszármazottja. Gondolom ők azok, akik ugye számba jöhetnek. Na ez a point of no return, tehát hogyha bármit szeretnétek menet közben visszamenni, nézelődni, összeszedni, XP-t gyűjteni, és a többi, ez az a pont, ahonnan nem lehet visszatérni, jó? Tehát ez az a pont. Én szerintem nincsen semmi, ami van, vagy semmi, amit igazából tudok használni, szóval nem is érdekel. Menjünk barátkozni, ez jó lesz. Úgy még, futás. Itt van még valami, vagy nem? Nincs. Jó, oké. Na itt viszont ugye mászni kell rendkívül sokat. Ja. Azt kell mondjam egyébként, hogy a vége az talán egyszerűbb, mint az eleje. Valamiért ez nagyon sok játéknál így, vagy a sok kis ellenfél sokkal szarabb, mint egy nagy. És még Himiko is beszállt a balhéba, jó? Tehát ez annyira nem fasza, nem örülünk neki. Ja, akkor menjünk tovább. Metályaszt Mátyásnak fogom hívni, jó? Sokkal egyszerűbb. Tehát Mátyást igazából abszolút semmilyen szinten nem lehet meggyőzni, amit meg tudok érteni. Lávapadló. Amit meg tudok érteni tekintve, hogy kurva régóta itt van. Tehát most ki az Isten ne akarna lehetőséget arra, hogy elhúzzon egy ilyen helyről? Én biztos, hogy akarnék. 100%, hogy akarnék. Gyerünk!
Úgyni. És igen, tehát ezért mondom, hogy a Tomb Raider az továbbra is egyébként abszolút foglalkozik a természet felettivel. Ugyanúgy, mint ahogy például a T-Rex sem véletlenül került bele basszus az eredeti második részben, azt hiszem? Ugyanis, hogy a második részben volt, tehát... ja. Félreértés ne essék, az én ellenszenvem a Tomb Raiderekkel kapcsolatban, a régiekkel kapcsolatban nem onnan indul, hogy hogy nézett ki, vagy mit csinált. Az ellenszenvem onnan indul, hogy mindegyiket elkezdtem játszani, mert volt. Mert mindenki rá volt izgulva. Nem arra megyünk tovább. Tehát mert mindenki úgy gondolta, hogy az mennyire fasz a dolog, hogy Tomb Raiderezik. Én meg nem értettem, hogy miért. Szóval, ja. Volt alkalma megtapasztalni igazából az eredetieket, és egy darab volt, amelyik nekem nagyon-nagyon... Egyébként tetszett. Egyébként azt mondom, hogy ez tök jó volt. Nem. Nem emlékszem, hogy melyik, segítsetek már. Úgy kezdődött, hogy Lara talán az otthonába tért vissza, ha jól emlékszem. És meg akarták ölni, és elkezdett menekülni. Nem emlékszem már pontosan. Nem az első 2-3 részben volt a 100%, jó? Na most ez nem jó dolog. Igazából, ja, ez tök fasza, csak nem fog segíteni. Ha csak ne... Jaj! Szembeszél van akkor, hogyha elhúzom én ide oldalra, akkor elvileg a steadybe fogja kapni az ajtót. Mondom én! Kiváló! Ez annyira nem volt agyalós. Nyerünk. Menjünk föl. Kicsit... Íh, bazd meg! Kicsit szarabb helyen mászkálok, mint Mátyás, de mindegy. És most merre? A lépcsőt buktam. Akkor viszont kell, hogy legyen még valahol egy sziklafal, vagy bármi az égvilágon, nem? Elvileg. Bármi, amihez én ezt tudom kötni. Ott is van! Ahhoz tudom kötni? Nem? Hát nem tudom, mennyire biztonságos így első ránézésre, de mindegy. Nem az. Nem az! Nem baj! Túléltük, meg vagyunk, oké. Oké, ez így annyira nicht fasza. Melyik irányba kell menni? Arra elvileg jó, akkor viszont... Kapd el! Azaz! Éppen, hogy megvan. Oké, szóval a szemétládák felém jönnek. Tök jó. Get to the chopper! We're not leaving without you. We'll be waiting. Ezek az igaz barátok. Mondjuk tök mindegy igazából, hogy hányan jönnek felém. Hála Istennek követik a jó öreg filmes... példát, hogy egyszerre csak egyesével vagy kettesével jönnek, jó? Tehát nagyon ritka az az eset, hál' Istennek, amikor tényleg tömegével, viszont ha tömegével, azt a kurva, tehát... Ilyen szempontból az a játék nekem nagyon szimpatikus, hogy... nem olyan, mint mondjuk egy ilyen... kapaszkodj, az nem egy klasszikus TPS ilyen szempontból, mert hogy ugye meg lehet csinálni így is, mint ahogy én balfaszkodok össze-vissza, igazából sokkal tovább tartott, mint kellett volna. Viszont alapvetően, hogyha kitanuljátok, hogy mi hol van, ezért szeretem, hogy lehet így is, meg úgy is, szóval kitanuljátok, hogy mi hol van, akkor bizony sokkal egyszerűbben is. Mi a faszod? Azaz, akkor bizony sokkal egyszerűbben általában sunyulósan meg lehet oldani az egészet. Faszom, na. Úgy, köszönöm. Nem, köszönöm szépen, itt jó vagyok. Menjél már balra. Mondom, balra, Istenem. Ja, ez a baj, hogy a képernyőhöz képest relatív, ugye, hogy... Merre fele megyek? Gyerünk! Azaz, megvan! Kiváló! És akkor szerintem úgy látom, hogy nem tudok máshova menni, csak lefelé, szóval most akkor elengedem. És megkapaszkodunk, kiváló! Oké. Esküszöm, hogy nem nyomtam semmit. Na, akkor még egyszer nézzük! Igen, tudom, oda szeretnék célozni, köszönöm! Gyerünk! Úgyni, oda megyünk. Igen, leszakadt az is, tökéletes.
És akkor ugye ide átkapaszkodunk. Oké, megyünk lefele. Megvan, oké. És akkor itt pedig ugye balra kell menni majd elvileg, ha igaz. Vagy nem tudom, lehet, hogy jobbra, fogalmam sincs, vagy mindjárt kiderül. Aha, úgy látom, az errefele viszok ki. Annyira király egyébként, hogy mennyire gyönyörűen megcsinálták a környezetet. Mennyire figyeltek arra, hogy mi az Isten van körülöttünk. Gyönyörű szép, tehát most képzeljétek el, hogy mit én otthon tényleg a csávó az, hogy mit én mondja, azt mondja, hogy képzeld drágám, ma csináltam egy bazin nagy Buddha szobrot gyönyörű részletességgel. És ez a, igen, és fontos? Ja nem, kb. 2 másodpercig látja, aztán megy tovább. Na mindegy, jó, semmi nincs, továbbra sem, szóval mindegy. Tehát én imádom az ilyeneket, ami tényleg annyira figyel az apró részletekre, mert ugye lehet, hogy tudatosan nem veszük észre, de tudat alatt biztos, hogy észreveszik, hogyha valami nem stimmel. 100%, biztos vagyok benne. Ne! Anyád, mit csinálok én? Azaz, még. Kicsit leszakadozott, nem? Csak így elsőre. Oké. Mondjuk bátor egyébként Lara, hogy ilyen szarságokkal foglalkozik, hogy ilyen nekem mászik föl. Na mindegy. Kapaszkodjál már te! Leányzó, menjél föl! Gyerünk! Menjél! Jaj, úgy emlékszem, hogy itt várni kell, hogy mikor fog leszakadni valamit, nem? Rosszul emlékszem? Ez most leszakadt, oké? Gyerünk még föl! Gyerünk! Az oké! Gyerünk, menjél már följebb, még gyorsan. Baszki, kapaszkodj! Az anyádat azt! Ezt benéztem. Lehet, hogy jobban járnék egyébként, hogyha nem akciózgatnék, de hát muszáj. Meg is vagyunk, tökéletes. And be reborn! Fall forth! And awaken! Elnézést, gyors technikai szünet. Na most jönnek az izgalmas dolgok, jó? Persze, hogy nem maradnak nyugtán ezek a szemétládák sem. Persze, hogy nem. A francba! Faszom! Oké, egy fej mínusz. Hol vagy még? Ott van. Hova dobtad? Ó, bazd meg, ez nem volt jó. Jó, tudod mit? Nekem van pisztolyom, az is elég rátok, jó? Mondom én. Ó, faszom! Tudod mit? Meggyógyultam. Fejbe lőttem akkor is, nem halt meg, nem áll. Ez komoly. Oké, még valaki? Ott is jön. Gyere! Ennyi, jó? Megoldjuk. Hát ez a... Én is elszálltam, faszom. Célozlak. Gyerünk, fejed dugd ki, valami. Oké, ez így jó volt, kiváló.
Na most igazából ezeket a szemétládákon kell túljutnom, olyan túl sokat már nem fogok találkozni egyébként itt a szamurájokkal, szóval az annyira nem egy problémás dolog, viszont még ilyen kis minyonok fognak jönni. A boss az pedig egy vicc. A boss az egy kibaszott vicc, jó? Tehát maradjunk annyiban, hogy nem azt mondom, hogy egyszerű, mert ugye nyilván rá kell jönni, mi az Istent kell csinálni vele. De alapvetően, na mindegy, majd mondom helyben, jó? Itt nem tudok felugrani, basszus most. Na mindegy. Hol tudok felugrani? Itt? Nem? Vagy itt? Erre fele? Ja, itt el fogja fújni a szél mindjárt. Azaz, kapaszkodunk, gyerünk. Itt nem nagyon fogom elkapcsolgatni magamat alapvetően a legtöbb helyzetben, jó? Tehát fölösleges. Nagyon-nagyon a végén vagyunk, jó? Tehát talán egy 10 percre vagyunk az egésztől. Hes! Mondom. Na, végre föl tudunk menni, kiváló. Gyerünk, menjél, Lara! Mondom, menjél, Lara! Azaz, köszönöm szépen, csak mennék, ha Lara lennék. Elvileg őket is ki tudom lootolni, akik itt voltak, vagy vannak. Oh! Mi a szar? Ha-ha-ha-ha-ha, fuck! Azaz! Oké. A puska az egy nagyon-nagyon kurva jó dolog. Dúg ki a fejed, gyerünk! Oké. Oké. Ez még mindig zavarkodik itt. Nem! Nem, faszom. Van ott egy hordó, vagy mi a szar? Oké, és elvileg elfogytak. Sőt, gyakorlatilag is, mert ugye most már szabad utam van, tehát tudok sétálni. Ja. Ó, ott jön még egy ilyen kis pénisz! Ami igazából annyira nem vészes, mert félrelépünk, gyere! Ennyi, oké. Ugye ezt megtanultam, hogyan kell ugye nyakon bökni őket, szóval ez tök pozitív. Túl sokat nem ártottak nekem, maradjunk annyiban, jó? De hogy mennyire félelmetes volt még az elején. Azt mondja, hogy weapon modification available. Itt már hova? Kit érdekel? Jó, igazából itt már igazából hiába próbálkoznak velem, tehát én most már oda megyek, és jó, meg fogom ölni nekik a dolgaikat, jó? Ennyi, maradjunk ennyiben. Ott is van még, oké, loot, bocsánat, tudom, bocsánat, rossz szokás, lehet, hogy most már semmi értelme nincsen, de inkább legyen, tehát nem is igazából az XP-re meg az egyébre hajtok, hanem a lőszerre, jó, tehát ez legyen. Ezt pedig mindjárt elfújják, vagy nem, talán ott föl kell menni, nem biztos, de elfújják, elfújják, azaz. De. Na, most itt rendkívül mindenki meghalt. Jussak föl, azaz. És kapaszkodunk, jó? Tökéletes. Hú, ez jó lesz. Most amit én nem értek egyébként, hogy ez a rohadék, ez annyiból áll, hogy gyere, gyere ide, gyere. Nem, elkapott faszom, nem közel mentem picsába. Tehát igazából nem egy bonyolult valami, csak odébb kell menni és a hátát lőni, jó? Azt nagyon szereti. Gyere. Ennyi, hátát kell lőni, jó? Tehát ezt nagyon-nagyon élvezi, hogy a hátát lőnek. Ő
roppantul. Oké? Tehát igazából az a sérülékeny része neki. Faszom, mellé. Ezt nagyon-nagyon szereti, jó? Még a shotgun is, szóval... Ez az, meg is van az első. Quick time event, azaz, pofán vertük. Még ezt kétszer kell megcsinálni, közben amit nem értek, abszolút semmilyen szinten nem értem, de tényleg. Hogy eddig ugye gyilkolta ezeket a pénisz arcúakat, most meg itt vannak neki segíteni, nem értem miért. Faszom! Benéztem. Célozni meg kb. Annyira tudok, mint egy vakvarany. Ne! Nehogy már! Most öljenek meg, bakker. Igazából ők is meg tudják ölni, vagy őket is meg tudja ölni, szóval ez pozitív. Gyere! Faszom már, nem igaz. Az a baj, hogy a kis minyonok azok nagyon zavarnak engem, szóval ezt meg kell oldanom. Halljál már meg! Na végre. Nem volt elég időm? Most volt, oké, kiváló. Hátát kell ülni. Ez az, még egy gyorsan-gyorsan oda, ez az. Kiváló! És még egy harmadik alkalom is pofán kell vernünk, jó? Semmi extra, csak figyelni kell rá. Nem! Bazd meg! Kurva minyonjait gyűlölöm, minden lényeg az innen kezdjük, jó? Azaz, az se baj, hogyha ő veri le őket, azt is élvezem. Oké, és akkor nézzük, van két gránátom, ami azt jelenti, hogy ha elég ügyes vagyok, akkor szépen rá tudom lőni. Fordulés! Ez nem volt jó. Sok jót csináltam, de ez nem volt az, oké? Gyere te pöcs, gyere már ide. Gyerünk. Nem jó, közelebb, jó? Hátadba hadd lőjem. Nem? Ez annyira mellé ment, amennyire mehetett. Bazd meg! Ne! Indulj! Odébb, nem. Egy rohadt pillanatra nem állunk meg. Ez az, kiváló. Ücsni, Sanchi! Gyorsan, gyerünk, odébb. Hol van az a rohadék? Ott van. Gyorsan, mozog. Azaz. Egészen addig, amíg el tudok mellőle lépni, addig nincsen baj. Jól már a feje is szabad! Azaz, meg is van. Háromszög. Kiváló. Háromszög. Sok. Big fucking háromszög, azaz. Nézd! Széttéptük a fejét a kis rohadékot. Yes! Ezt elfelejtettem, basszus, hogy menet közben. Ja, eltűnik a sisakja. Kiváló. Tök jó, okés. Kitem, lúttam ki. Mondjuk tök mindegy, igazából innentől már könnyű dolgom van. Na, megyünk a rituáléra. Mátyás, hol vagy? Az ez. No! És igazából ez egy ilyen quick time eventes kis harc, semmi extra jó, tehát nem kell meglepődni rajta. Úgyni.
Igazából Matthias az sokkal kevésbé problémás, mint ami volt ugye korábban bármelyik ellenfél, szóval innentől kezdve egyértelmű, hogy nem egy ilyen nagy boss csatát fogunk csinálni. Mindenki erősebb nála kb. Szóval, ja, teljes mértékben egyértelmű. És a híres dupla pisztoly, ugye Tomb Raider rajongók előnyben. Ez az! Lara! She's got Sam! She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I guess I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. Nos, kedves hölgyek és urak, ez volt a
Tomb Raider 2013-as remaster remake-ének, rebootjának igazából a végigjátszása. Remélem, hogy élveztétek. Remélem, hogy nektek is annyira tetszett, mint amikor én először játszottam ezzel az egésszel. És várom tőletek a visszajelzéseket, jó? Tehát nem volt kevés ez a 17-18 darab rész, tehát rendkívül sok volt. Viszont továbbra is kíváncsi vagyok a véleményetekre, jó? Tehát tetszett, nem tetszett, milyen volt az előadás, milyen volt a játék, mik a saját tapasztalataitok vele, jó? Illetve hogyha bármi hasonlót szeretnétek látni, vagy kicsit jobbat szeretnétek látni, ugye nagyon ritkán van az, hogy én valamilyen relatíve vakon futok neki bárminek az égvilágon, általában sokkal tempósabb tartalmak vannak a csatornámon. Ha szeretnétek még bármit látni, akkor iratkozzatok föl. Ne felejtsétek el, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és küldjetek kommentet, hogyha bármiről szeretnétek beszélgetni, akár a játékról, akár bármi egyébről, jó? Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem következő alkalommal is velem lesztek, legyen szép estétek mindenkinek, sziasztok!